Szervusztok, sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Szeretnék itt a csetmezőben egy visszajelzést kapni tőletek, hogy van-e hang. Köszönöm a visszajelzést, évet tovább megkaptam. Nagyon szépen köszönöm. Úgy látom, akkor technikailag mindenkinél minden rendben van. Tehát nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Engem úgy hívnak, hogy Kornikné Pukkilona, és ma este kivételesen nem kifejezetten az EasyFB Post szoftverről lesz szó, hanem szeretném nektek bemutatni Kálai Évát, akit én távolról már évek óta figyelemmel kísérek az interneten. Egy nagyon-nagyon jó vezetőnek tartom, aki egyébként a Siker programot, ami szintén egy magyar cég, illetve Angliában bejegyzett, magyar tulajdonossal rendelkező, nagyon profi cég. És ebben a sikerprogramban Évának én az aktivitását és az oktatását nagyon-nagyon tudom irigyelni, és már én évek óta nagyon sok videót megnéztem Évától a YouTube-on, és pár hete ismerkedtem meg Évával, és ők nagyon-nagyon jól kezelik az EasyFB Post automata szoftvert, és nem olyan régiben Évával beszélgettünk, aki elvégzett külföldön egy interneten keresztül egy olyan tanfolyamot, ami a Facebookról szól, a Facebooknak a algoritmusairól, a Facebooknak a robotrendszeréről, hogy tulajdonképpen mire is kell nekünk, akik a Facebookon tevékenykedünk, üzletet építünk, hálózatot építünk, illetve üzleti ajánlataink vannak mások számára, de mire kell odafigyelni, hogy az üzletépítésünk valóban sikeres legyen, és ne érjenek bennünket kellemetlen meglepetések a Facebook részéről. Én át is be is hívom ide Évát, és át is adnám neki a szót, és szeretném, hogyha sok szeretettel fogadnátok az ő elkövetkezendő fél óra, 50 percben a bemutatóját, hiszen nagyon lényeges dolgokat fog Éva veletek megosztani. Szervusz Éva, köszöntelek! Oké, köszönöm szépen a felvezetést. Mindenkit szeretettel köszöntök, és gondolom nem probléma, hogyha tegeződőben maradunk továbbra is. És egy visszajelzést kérnék szépen, hogy jó-e a hang, jó? Egy ötöst esetleg, egytől ötig. Jó, hogy meggyőződjünk róla? Jó, oké, köszönöm szépen. Jó, első körben egy kérdésem lesz felétek, hogy akik most itt bent vannak a teremben, arra kérném, hogy írjanak egy egyest, akiknek egy évtől, tehát akiknek a Facebook profilja egy évnél régebbi, és egy egyest, akinek a Facebook profilja az pár hónapos. Jó? Egy picit úgy tisztában legyek azzal, mert ugye itt a Facebook robotok, illetve a Facebooknál elég nagy változások lesznek, voltak már az elmúlt, itt látom, hogy elég sokaknak van régebbi fiókja is. Köszönöm szépen, hogy ezt beírtátok. Tehát, ahogy az Ilona mondta, hogy fontos a Facebooknak a működését egy picit jobban megismerni, ahhoz, hogy ne legyen semmi problémánk. Itt láttam, hogy pont az elején valaki be is írta, csak túl gyorsan pörgött a chat, hogy mit lehet csinálni, hogyha letiltotta a Facebook a fiókunkat, hogy lehet ezzel a szoftverrel visszamenni. Hát majd erre is én bízom benne, hogy választ fogsz kapni a kérdésedre, de ha lesznek kérdések, akkor a végén erre nagyon szívesen válaszolok. Viszont nem olyan bonyolult dolog ez, amit csinálnunk kell, csak meg kell értenünk azt, hogy a Facebook tulajdonképpen azért jött létre, hogy értékes tartalmakat, értékes információkat osztanak meg az emberek egymással, ismerkedjenek egymással, és ugye a reklámokból él természetesen, de ettől függetlenül, mint ahogy látjuk, hagyja azt is, hogy reklámozzanak különböző csoportokban, bizonyos reklámokat helyezünk el, és azért ezek egyre jobban szaporodnak és szaporodnak. És ugye a Facebooknak eddig szüksége volt, hogy minél több ember legyen fönn, de most már erre nem igazán van szüksége,
Tehát innentől majd elkezdek kicsit válogatni, hogy kinek enged meg és mit enged meg. Viszont nem tiltja a reklámot, az ingyen reklámot, de cserében elvárja azt, hogy aki reklámoz, az osszon meg értékes tartalmat is. Hát vannak ilyen különböző robotok, amelyek figyelik a mindenkinek az aktivitását. Tehát ha te egy nap csak hirdetsz, és olyanokat, mert ugye a hirdetés is posztnak számít. És ugye ezek a kis robotok csak azt látják, hogy a felhasználó, és hogy megosztott egy képet, vagy posztolt egy fotót, és posztolt egy szöveget mellé. És ugye utána viszont figyeli azt, hogy ezekre a posztokra jött-e visszajelzés. Osztották-e meg, vagy szóltak-e hozzá. Mert hogyha nem, akkor ez feltételezhetően spam. Tehát ott is most már nagyon figyelnek arra, hogy ne küldjünk kéretlen ajánlatokat, ne spameljünk. Tehát ezek a robotok figyelembe veszik azt, hogy a te posztodra érkezett-e valamilyen hozzászólás, vagy megosztották-e. És ezt hívják aktivitásnak. Viszont, hogyha valaki, tehát eddig ezt meg lehetett tenni, hogy csak posztoltunk, posztoltunk, hirdettünk, hirdettünk, és ugye működött minden szépen, de azt veszük észre, hogy egyre többeket letiltanak, és ez ezért van. Mert nem teszünk más, csak posztolunk, vagyis hirdetünk, viszont ezt ki tudjuk küszöbölni akkor, hogyha naponta egyszer, és ezt meg kell tenni sajnos, hogy naponta egyszer osszál meg olyan csoportba poszt, illetve posztolj, tehát adjál föl nem egy hirdetést, hanem osszál meg akár a saját profilodon egy videót, vagy ha hozzászólsz másnak a posztjaihoz, az is aktivitás, de a lényeg, hogy ezt egy ilyen mérlegre kell tenni, és ugye pontozza is ez a robot, ez a Facebook robot pontozza is az aktivitásodat. Tehát, hogyha te csak folyamatosan posztolsz, posztolsz, hirdetsz, hirdetsz, és ugye nincs hozzászólás, nincs megosztás, akkor az a mérleg egy idő után tele lesz, és hogyha te ezt nem ellensúlyozod a mérlegnek a másik serpenyőjét azzal, hogy értékes tartalmat is osztasz meg, akkor bizony az, hogy kitiltanak. Tehát azért, hogy ne tiltsanak ki bennünket, aktivitásnak kell, hogy legyen. És erre rá fogunk térni, hogy mit hívunk konkrétan aktivitásnak, de én úgy gondolom, hogy azért ezt elég sokan tudják, hogy mit jelent az aktivitás. Fontos még az is, én gondolom, hogy ezt is nagyon sokan tudjátok, hogy a profilod legyen rendben, tehát telefonos hitelesítés, az legyen megcsinálva, és olyan telefont, tehát, hogyha saját lapomat megosztok, vagy hozzászólok, hát ha sajátodhoz szólsz hozzá, az megint nem lesz jó, de erre hamarosan rá fogunk térni, hogy mit hív, illetve mit pontoz a robot aktivitásnak, mert ugye sokan lájkolgatnak is, meg egy csomó mindent csinálnak, csak ugye az nem érdemi aktivitás. Jó, tehát mindjárt fogom ezt mondani, Mihály, jó? Hogy mit értékel tulajdonképpen a Facebook igazi aktivitásnak. Tehát elsősorban is a profilod, az nem tudom, van itt a teremben olyan, akinek nincs a telefonja, illetve a profilja hitelesítve mobiltelefonnal? Van itt olyan, aki oké, okay. Ezt is nagyon fontos megcsinálni. Ez nem olyan bonyolult, jobb oldalon, ott a földgömbnél, a beállításoknál meg lehet csinálni, és ez tulajdonképpen a mobilt kell megkeresni, ott beállítani, csak arra figyeljetek, hogy olyan telefonszámot adjatok meg, ami élő is, mert jön egy kód. És hogyha elég sűrűn posztolsz, akkor küldhet kódot, csak kapsz egy kódot, és azt veszed észre, hogy a Facebook küldte, és amikor meg be akarsz jelentkezni, akkor nem tudsz bejelentkezni, hanem kéri tőled az SMS-ben küldött kódot. Tehát ilyet is csinál most már. Oké, tehát ez fontos, hogy a fiókjaid, ha több fiókod van, semmi gond, de mindegyik fiókot ugyanígy karban kell tartani. És a több fióknál eddig nagyon jól lehetett alkalmazni a több fiókot, ugye akiknek több éve van Facebook profilja, azt tudja, viszont innentől ezt is korlátozzák, hogyha egy kicsi kis összefüggést is talál a két fiók között, akkor nem biztos, hogy fogja engedni, hogy te mindegyik profilodon tudjál hirdetni. Hát ugye azt szoktuk mondani, hogy puding próbálja az evés, a puding próbálja az evés, igen. Tehát ezt nem javasolják egyébként a több fiókot. Tehát innentől nem javasolják a több fiókot.
Ha te azt karban tudod tartani úgy, hogy mindegyik fiókodban legyél aktív, akkor nincs azzal semmi gond, meg hogyha régi fiókról van szó, azt könnyebb, úgymond könnyebben átmegy ezeken a robotos vizsgákon, de ha most csinál valaki új fiókot, én próbáltam, én is megpróbáltam új fiókkal is, viszont nagyon-nagyon nehezen állt rá arra, kétszer le is tiltott, de most már, hogy nem posztolok, még az új fiókommal még mindig, pedig már elég régi, így most már békén hagy egy kicsit. De a lényeg, hogyha új fiókot csinál valaki, akkor ne legyen semmilyen összefüggés sem névbe, mert az, hogy mondjuk megfordítjuk a nevünket, az kevés, ha ugyanott születtünk, meg ugyanaz az érdeklődési kör, meg ilyenek, tehát erre érdemes odafigyelni. És trükközéssel, meg sok munkával természetesen megoldható, csak az új fiókoknál is ugyanazokra kell odafigyelni, mint a fő fióknál, hogy az aktivitás az nagyon-nagyon fontos. Az is fontos, hogy legyen föltöltve fotód. És ugye azt is méri most már, ezek a robotok azt is tudják mérni, hogy a fotód szerepele máshol. Tehát ugye azt tudjátok, hogy amikor mondjuk megoszt valaki egy csoportképet, és esetleg azon te is rajta vagy, kapsz egy értesítést, hogy valaki megosztotta a fotódat. Nem te osztottad meg, de ugyanakkor, mivel a neved szerepel rajta, ezért ha több ilyen kép terjen úgymond a Facebookon, akkor az is egy jó pont számunkra, mert akkor egy olyan személy vagy, akit úgy követnek is mások. Az is nagyon fontos, hogy hányan követnek téged. Tehát a fióknál, a saját profilodnál fontos, hogy hányan követnek téged, mert az is azt jelzi a Facebook számára, hogy te egy olyan személy vagy, akire odafigyelnek, és 50 fölött, tehát az 50 fölötti követés az már jó. Na mondjuk az a fiók, akit több mint 50-en követnek folyamatosan, az már több mindent megtehet. Akkor fontos az, hogy... És akkor itt a régi profiloknál tényleg csak erre kell odafigyelni, hogy legyen folyamatos aktivitás, és ha új csoportokba csatlakozol be, akkor ezt ne vidd túlzásba. Tehát ilyen 30-40 csoportba semmiféleképpen még a régi fióknak sem érdemes, hogy naponta 30-40 új fiókot, vagy új csoportot vegyen föl, vagy új ismerőst vegyen föl, hanem ilyen 5 és 10-esével bőven elegendő. Viszont, hogyha sokan nem igazolnak vissza, ugyanúgy, mint régen, mert ugye ezt régen is mérte, azt most is méri. Tehát, hogyha te bejelölgetsz embereket, mondjuk 10-20-at egy nap, és abból 1-2 jelöl téged vissza, plusz még elkezdesz föladni 40-50-60 hirdetést is, akkor bizony ez is egy rossz pont a te egyenlegedre. És hogyha aznap te nem csináltál semmilyen olyan aktivitást, ahol mondjuk megosztottál egy videót, és ahhoz többen hozzászóltak, ami valós aktivitásnak tekinthető, akkor bizony szintén van egy rossz pont, és ezt nem tudják biztosan, de valószínűsíthető, hogy az új fiókosoknál már 5 ilyen rossz pont után tiltja a fiókot, a régi fiókoknál viszont itt van tolerancia, és ez, hogy kinek milyen régi a fiókja, először csak egy... értesítést kap, jönnek ilyen képfelismerők, meg jön ez a kód, tehát, hogy kapsz egy ilyen üzenetet, hogy ismerőseidet jelöld be, vagyis, hogy add meg az ismerőseidnek a nevét, hogy kit látsz a fotón. És akkor, ha átmész ezen, akkor ugye egyszer-kétszer még küld ilyet, de ha sűrűn kapsz ilyet, akkor egy kicsit fogjál vissza a hirdetésekből, mert az már egy jelzés arra, hogy hamarosan le fog tiltani, vagy van, akinek nem is küldenek ilyen visszajelzést, az akkor lehet, amikor mondjuk te csak folyamatosan hirdetsz, és nem osztasz meg semmilyen tartalmat, a profilod nincs kitöltve rendesen, tehát nem jelölted meg, hogy milyen érdeklődési köröd van, ez is fontos, telefonos hitelesítés nincs megcsinálva, nincsenek benne. Különböző olyan az üzenőfaladon nincsenek olyan érdemi tartalom, amit esetleg mások megosztottak. Tehát ez is nagyon-nagyon fontos, hogy a saját profilunk az legyen fölépítve. Ez ugyanolyan, mint egy blog is egyben, hogy figyelni kell rá.
És hogyha ezt viszont lehet, hogy úgy tűnik, hogy ez macerás, meg problémás, de higgyétek el, hogy megéri, mert azért a Facebookon ott lenni, azért szerintem mindenki tudja, hogy azért fontos üzleti szempontból. Tehát fontos ezeket az alapkövetelményeket betartani, és akkor utána nem lesz ebből probléma. Akkor ami itt a dián, tehát ez, hogy az újakra vonatkozik. Tehát az újaknak sokkal nehezebb, az új fiókot sokkal nehezebb beüzemelni, úgymond, mint nekünk volt régebben. Tehát az fontos, hogyha valaki most nyit új fiókot, akkor természetesen az alapdolgokat állítsa be a saját fiókján, és kezdjen el, tehát egy hónapot javasolnak a profik, viszont 2-3 hét után is már meg lehet próbálni óvatosan bekéretkedni csoportokba, vagy felvenni csoportokat, de sokkal célszerűbb, hogyha megkérsz valakit, és ő hív meg csoportokba, de az sem sokba. Tehát ilyen napi 10-nél többen nem célszerű, mert ott is jön egyből a tiltás. Viszont mellette legyen minden nap aktivitás. Tehát a legjobb módszer az új fiókoknál az, hogy elkezdesz aktív lenni valamilyen csoportba, tehát ami neked az érdeklődési köröd, tehát vagy nagymamás fórumba, vagy kismamás fórumba, vagy csoportba, vagy ezotériás csoportba, ahol nem hirdetést nyomadsz természetesen, hanem hozzászólsz az ottani dolgokhoz, az ottani kommentek, az ottani témához, és te is esetleg megosztasz ott egy videót ezotériával kapcsolatban, vagy bármi. Tehát, hogyha te egy olyan csoportot nézel ki magadnak, amiben amúgy is otthon vagy, tehát szeretsz és tudsz is arról a témáról beszélni, akik régen fórumoztak, azt én ahhoz hasonlítanám, az ilyen fórumokhoz hasonlítanám, mint ahogy régen fórumoztunk, tehát ott sem mentünk ajtóstól a házba, hanem az adott témához érdemben hozzászóltunk. És esetleg még tulajdonképpen ott is lehet óvatosan, nem úgy konkrétan reklámozni, ez most csak így mellékes, hogy benyomom a reklámot, hanem hogyha valaki esetleg látom, hogy éppen abban a témában érdeklődik, amiben én tudok neki segíteni, akkor privátban már meg tudod keresni. De nyilván, hogy nem szabad ott sem folyamatosan csak nyomulni. Tehát a lényeg, hogy az új fiókosoknak ezt érdemes betartani, és akkor a későbbiekben nem lesz problémája. És akkor szépen óvatosan 2-3 hétig elődolgozni a fiókomba, és utána, már hogyha elődolgoztam, akkor legalább olyan 30-40 csoportban már bent is vagyok jó esetben, és utána szépen fokozatosan fölfejleszteni a fiókomat. Ez lehet, hogy az elején kicsit macerás, viszont hogyha az ember ezt fél évig így szépen lazán óvatosan csinálja, akkor utána nincsenek gondjai. Tehát ezt már itt teszteljük többeknél, és tényleg működik szépen. Akkor ami még szintén fontos, hogy ugye, hát igen, hogy konkrétan tudjuk, hogy mi az aktivitás. Tehát ha tetszik, nagyon sokan szeretnek lájkolni, meg rányomnak a like gombra, az nem jelent tulajdonképpen semmit a lájkolás. És az, hogyha te a saját hozzászólásodat tetszik eled, vagy ilyen, nem is tudom, zsargon nyelven, vagy slengesen, hogy pöckölés, ahogy nálunk a csoportban mondják. Ez a saját hozzászólásomhoz hozzászólok azért, hogy az fölkerüljön. Mert hogyha ugye egy csoportba hirdet, és mondjuk nagyon lement már a hirdetésed, most azt mondom, hogy hát én most lusta vagyok, nem adok föl hirdetést, megkeresem inkább, hogy hol van az enyém, oda teszek egy pontot, egy veszőt, vagy beírom, hogy ez tökre tetszik, mondjuk hülyén is néz ki, hogyha te a sajátodhoz hozzászólsz, de ha mondjuk egy másik fiókból szólsz hozzá, akkor az mondjuk egy érdemi hozzászólás tulajdonképpen. Ez így működik, de a saját fiókod, vagy a saját profilodon föladott hirdetéshez, ha még hozzá is szólsz, vagy beteszel egy pontot, és úgy kerül föl, ez már viszont rossz pontot is jelent, nem csak, hogy jó pont, hanem rossz pontot is kapsz a kis robotoktól. Tehát a saját hozzászólás az nem ér semmit. És akkor mehetünk tovább a dián, mert akkor itt következnek egy néhány példa arra, hogy tudsz érdemi aktivitást szerezni. Tehát itt láttok egy képet berakott az Elina, ez mondjuk majd egy hirdetés lesz.
de berakott egy képet, és ehhez a több mint 5-en hozzászóltak. Tehát az már a mérlegbe nyom egy elég rendes. Tehát, hogyha van 2 ilyen, akkor már nyugodtan 60-70 hirdetést nyugodtan föl tudsz adni, mert már egy értékes tartalmat is megosztottál, mert ugye a robot hál' Istennek olvasni nem tud, mert ugye ez is egy hirdetés tulajdonképpen, csak ugye itt ő véleményt kért egy olyan csoportba, egy zárt csoportba, és ami még fontos, hogy a zárt csoportokba a hozzászólás duplán számít. Hogy miért, azt nem magyarázták meg, de a zárt csoportba a megosztás és a hozzászólás az dupla aktivitást számít. Jó, mehetünk tovább. Akkor itt van egy másik típusú aktivitás, és ez is nagyon jó aktivitást hoz, hogyha kérdést teszel föl egy csoportba. Tehát mondjuk te bent vagy például egy ezotérikus, vagy ezotériával kapcsolatos csoportba, mondjuk ahol megkérdezed, hogy neked bejön-e az újságban olvasott, vagy a nem tudom, a Facebookon olvasott horoszkópod, vagy bármi. Tehát a lényeg, hogy te itt fölteszel egy kérdést, arra azért az emberek szívesen válaszolnak, és mondjuk ezt csoportba tedd, és ha még zárt csoport, akkor még dupla aktivitásod is lesz. Tehát itt bal oldalon ezt látjátok, hogy egy kérdést tett föl egy bizonyos csoportba, és akkor ott lehet látni, hogy válaszoltak ott mellette, illetve még hozzá is szóltak alatta. Akkor amit jobb oldalon látunk, az egy másik fajta aktivitás, tehát itt tud mindenki bőven válogatni az aktivitások között. Itt föltöltött egy, bármit föl lehet tölteni, tehát csoportokban föl lehet tölteni egy értékes, mondjuk egy ingyenes e-könyvet, vagy oda is föl lehet tölteni mondjuk egy képet is például, vagy föltöltesz egy tanulmányt, amit olvastál valahol, de a lényeg, hogy valamit föltöltöttél, és hogyha ezt megosztják, mert ezt is meg lehet osztani, illetve letöltik, mert ugye van előnézet, de általában azért ezt leszokták tölteni, ha letöltik, ez is szintén aktivitást jelent. Igen, egy telefonszám csak egy fiókhoz használható, közben itt látom a kérdést, tehát neked 4 telefonszámmal, élő telefonszámmal kell, hogy rendelkezzél, hogy működjön a fiók. Jó, kérnék egy visszajelzést, hogy az eddigi aktivitás, ez érthető, igaz? Ez nem okoz senkinek problémát. Tehát tudjátok azt, hol lehet kérdést föltenni, vagy hol lehet fájlokat megosztani. Oké, jó, akkor behetünk tovább. Oké. Akkor ez egy pont, illetve duplán számít, tehát erős aktivitást, inkább így mondanám, erős aktivitásnak számít, hogyha a te saját idővonaladon megosztod mások videóját. Tehát az is aktivitás, hogyha egy saját videót töltesz föl, például nyaralni voltál, és akkor ilyen kis videókat, vagy éppen iskola kezdés van, és akkor a gyerekeknek a iskolába való menetelét megosztod, ha magadról megosztasz valamit, bármi ilyet. Ez is mind-mind aktivitás, viszont azt jobban, magasabb pontot ad arra, hogyha mások videóját osztod meg. És akkor ennél itt lehet is látni, hogy kinek a videója lett megosztva, és ugye ha ezt tovább is osztják, akkor vagy jó helyzetben, és általában azért páran tovább szokták, hogyha ez egy vicces, mondjuk a vicces videókat általában azért szerintem tovább megosztják. Viszont ha hozzászólnak, tovább viszik, az is nagyon-nagyon jó, de a lényeg, hogy itt is, hogyha 5 fölött van, vagy 5-ig van a hozzászólás, megosztások száma, az már neked bőségesen elegendő ahhoz, hogy te 70 posztot is föl tudj adni egyébként ami a hirdetésekbe. Mehetünk tovább, és akkor itt ugyanaz van itt a fotókkal kapcsolatban. Tehát itt is, hogyha mondjuk te a saját fiókodba egy megosztott fotót raksz föl, tehát nem te töltöd föl, úgy is lehet, hogy te töltöd föl, vagy megosztod mások által fölrakott fotót, és akkor ha esetleg nincs beírva mondjuk még a neved a fotón, akkor beírod, de itt akárhányszor, ugye az ilyen csoportfotó az azért jó, és itt, ha valaki ugye csapatban dolgoznak, célszerű ezt kihasználni ilyen téren is, mert akkor itt mindenki
Ezen a képen lévők például, hogyha megosztják ezt a fotót, akkor mindegyiküknek egy-egy pont, amikor ugye megjelenik a nevük, mert fontos ilyen csoportfotónál, vagy akár saját fotónál is kitölteni azt, és látjátok, hogy itt van egy olyan jobb oldalon, hogy a neved meg, hogy hol készült. Mert az is nagyon fontos, hogyha ilyen fotók vannak megosztva, illetve nem fontos, hanem magas pontszámot lehet elérni ezeknél a kis szemétkedő. Kelly, és ugyanúgy ezen a dián csak ennyit akartam tulajdonképpen megmutatni, hogy zárt csoportban sokkal értékesebb, és ugye ilyen zárt csoportot nem olyan nehéz létrehozni, ha csapatban dolgoztok, akkor hát mindenkinek van egy kis csoportja, és akkor így csoportosan létre lehet hozni, ott meg lehet ugye azt beszélni, hogy ugye beraknak a munkatársak, vagy a azonos témában tevékenykedők, akár még a posztolóba feladott fotót is tulajdonképpen, ami a teszt, amit az Ilona létrehozott tesztcsoportnak, abba is, hogyha ugye hozzá is szóltok egymás fotóihoz, hogy igen, ez jó, ez nem jó, vagy ezt én így csinálnám, úgy csinálnám, vagy ez nekem tetszik. Tehát az is már egy olyan csoport, ahol lehet alkalmazni ezeket a dolgokat, de gondolom, hogy mindenki megtanálja erre a. És akkor ez arra megy, hogy mindent megtudjanak rólunk. Én biztos, hogy nem kötöm az órára, hogy hol lakom. Hát nyilván mindenki csak annyit oszt meg magáról, amennyit úgy gondol. Ha te úgy gondolod, hogy nem akarod az órára kötni, hogy hol laksz, akkor nem kötöd az órára, nincs ezzel semmi probléma. De a lényeg, hogy ha ott akarunk lenni és használni az ingyenes lehetőséget, az ingyenes hirdetési lehetőséget, akkor természetesen nekünk is adni kell valamit cserébe, hisz mindennek meg kell fizetni az árát. Én se értek sok mindenen egyet, de ha már tudjuk, hogy mire figyeljünk, akkor lehetőségünk van választani, vagy betartjuk, vagy nem tartjuk. És akkor ezen a fotón, vagyis ezen a kis dián csak azt szeretném megmutatni, hogy nem tudom, hogy lehet, hogy többen nem tudjátok esetleg, hogy a csoportokat, tehát csoport úgy is lehet, hogy egymást legördítjük, és akkor a csoportokra rákattintotok, és akkor jöhet a következő dia. És akkor, ha engedélyezve van az illető profiljába, hogy a csoportok a csoportokat meg lehessen nézni, tehát megjelenítődjenek, akkor látjuk is. És itt viszont egyszerű a feladat, ahol látsz pipát, ott már benne vagy, ott már ugye nem kell rákattintani, ahol még nem vagy benne, akkor ott a plusz jelre rákattintasz, és már is tudsz csatlakozni a csoportokhoz. És hát célszerű ezeket a csoportokat, ahova te csatlakozol, nyilván tartani. Na most én nekem a legegyszerűbb módszer, hogy fönt az eszköz, a böngésző eszköz sávban, eszköztárban, ott létrehozok mappákat, és azon belül ott eltárolom a Facebooknak azokat a csoportokat, ahol például lehet rendszerezni, hogy hol lehet MLM-et hirdetni, hol nem lehet MLM-et hirdetni, melyek azok a csoportok, ahol mondjuk, tehát itt mindenki saját maga különböző témakörökben szét tudja válogatni, mert ez fontos, hogy tud, hogy melyik csoport hova tartozik. Jó, és akkor mehetünk tovább. És akkor ezt a, hogy te hogy tudod beállítani, és akkor hát nyilván itt a saját fiókodban lehet a csoportokat elrejteni, hogyha nem akarod, hogy az látszódjon, vagy ha ki akarsz lépni abból a csoportból, ki tudsz lépni, de ha már bent vagy egy csoportba, minek lépnél ki?
És ez is egyre nehezebb lesz majd, hogy ugye ha már bent vagy egy csoportba, csak azért, mert fölhúzom magam, hogy hát itt nem lehet emelemet hirdetni, akkor most én innen kilépek, és hú, de kitolok velük. Nem tolsz ki velük, magaddal tolsz ki, mert lehet, hogy lesz majd egy idő után más is, amit tudsz hirdetni. Tehát ha már bent vagyunk valahol, csoportosítsuk azokat a csoportokat máshova, mert soha nem tudhatod, hogy mikor lesz majd rá szükséged. Jó, akkor mehetünk tovább. Csak a lényeg, hogy külön kezeljük a csoportjainkat. És akkor a saját profilodon belül, pedig ugyanott a jobb oldalon a továbbiaknál, a legalján van ez a szakaszok kezelése, ott tudod beállítani, hogy a csoportjaidat láthatóvá teszed mások számára, vagy nem. Tehát, ha be van, amit be van pipálva ebből a sok kis lehetőségből, azt látják mások is. És ha nem akarod, hogy látják, hogy te hány csoportba, vagy lássák, hogy te hány csoportba vagy bent, akkor kiveszed a pipát. Ha ezt akarod, akkor benne hagyod, és akkor mehetünk tovább. Itt csak ennyi volt. Jó, és akkor itt meg egy kis összesítő az eddigi aktivitásokról, hogy ugye itt jobb oldalon, itt az értesítéseknél célszerű mondjuk beállítani a kedvencek közé. Régebben egy kis csavarkulcs volt itt jobb oldalon, most három ilyen vagy négy ilyen kis pötty van. Ha ezt legörgeted, akkor itt tudod fölvenni a kedvencek közé mondjuk azokat a csoportokat, ahol elkezdesz majd érdemi aktivitást produkálni, hogy azok itt legyenek bal oldalon fönn, ne kelljen az összes csoportból kikeresni. Viszont itt a baloldali nyílnál, itt a fénykép videónál, itt tudsz föltölteni videót is akár a csoportba, akkor a kérdésnél értelemszerűen ott be tudod rakni a kérdést, ami a csoportnak szól, ami szintén egy jó aktivitást fog neked hozni, vagy itt van a fájloknál, a fájlokat is tudsz feltölteni, és amire nem raktam be diát, az események. Tehát az események is elég jó kis aktivitást hoznak, hogyha eseményeket osztasz meg. Tehát, hogyha mondjuk te részt veszel egy webkonferencián, akkor azt is berakhatod, mondjuk hát nyilván ez nem minden csoportban, csak hát ugye abban a csoportban, ahol mások is esetleg érdekeltek abban az üzletben, amiben te dolgozol. Tehát ez még pluszban egy ilyen kis lehetőség, és akkor mehetünk tovább. Jó, és akkor itt már tulajdonképpen a posztolónak néhány olyan fontos ilyen kis elemzése, amit így használat során láttuk azt, hogy van, akinél problémát okozott, meg hát ugye még újdonság nekünk, és ugye hát fontos megismerkedni vele, és ugye itt az első menüpont, ez a dashboard, ugye itt állítjuk be a hirdetési szövegünket, és ezt szerintem már mindegyik őtük tudja, hogy itt a message-nél beírjuk a szöveget, alatta a weboldal linket, a picture-nél berakjuk a fotónknak a linkjét, ami fontos, hogy ezt ellenőrizze mindenki előbb a böngészőben, tehát másoljabb a böngészőben, és onnan nyissa meg, hogy tuti megnyílik-e. És ugye én régebben a képfeltöltést használtam ilyen linkfeltöltésre, mert hát van saját tárhelyem is, csak nem azt akartam terhelni. Tehát a képfeltöltésre töltögettem föl, viszont elég sűrűn mostanában probléma volt vele, úgyhogy amit az Ilonáék, az EasyPost-nak a képfeltöltőjét használjuk most már mi is, és az tökéletesen nagyon szépen működik. És itt fontos az, hogy mielőtt a képet vagy a szöveget, be is rakta Ilona, köszönöm szépen, tehát ezt nyugodtan lehet használni, és mielőtt kimegy élesbe a poszt, érdemes ezt kipróbálni, tehát hogyha leteszteled a tesztcsoportba, vagy van már egy kis munkatársi csoportod, akkor rakd be oda tesztként, és nézd meg, hogy néz ki, mert előfordulhat esetleg, hogy mondjuk, ha szöveges kép van, de erre majd egy példát fogok mutatni a másik dián, akkor nem látszik a kép, itt majd mindjárt Ilona, mehetünk tovább, és akkor majd utána visszajövünk erre, mert itt van az a kis kép, igen. Tehát itt van ez a Bélás kép, és ha a fotó akkora, mint amit most itt láttok, akkor ha ezt föltöltjük a feltöltőre, akár az EasyPost-hoz, akár hogy hívják rá a képfeltöltésre, és a kettő az egy arányú képet is használjuk, de
Az a feliratos és többeknél nem működött. Tehát a többinél jó, de ahol ilyen felirat van, és mondjuk kell, hogy látszódjon fönt is, meg jobb oldalt is, vagy esetleg lent, akkor érdemes hagyni egy akkora helyet, mint amit most láttok ott a szövegnél. Tehát a Béla fölött van egy kis szöveg, és én mondjuk én ezt ki szoktam fotózni, és úgy töltöm föl azt a kifotózott készfotót, és itt ha hagytam egy akkora helyet, fönt is, meg jobb oldalon is, akkor innentől már tökéletesen működött. A title-ben vannak olyan, tehát olyan mondat van, ami amúgy is jó a hirdetésbe, akkor nyugodtan lehet üresen is hagyni, mert akkor a lényeg, hogy betalózza a weboldaladon lévő főcímek közül néhányat. Viszont amit érdemes erről tudni, hogy a ném ablakba lehet a legtöbbet írni, és a description-nél bár mekkora is, tehát úgy tűnik, hogy jó sok mindent lehet beírni, mert elég nagy az ablak, oda lehet a legkevesebbet beírni. De ezt is azért, ha kipróbálod, akkor egyből látni fogod. A lényeg, hogy ami a kép alatt van, oda ha beír szöveget, akkor még pluszba tudod kicsit földobni a hirdetésed, hogyha mondjuk a message-be beírsz egy mondatot, és ide alulra rakod a többi, de ezt mindenki igénye szerint, vagy úgy formázza a saját hirdetését, ahogy neki szimpatikus. Viszont itt jobb oldalon fönt ez a post preview, jobb oldalon az előnézet, ha rákattintasz, akkor meg tudod nézni, hogy néz ki a hirdetésed, a posztod, de érdemes mindenféleképpen ezt kiküldeni, hogyha még nagyon az elején van, de még mondjuk én ki szoktam küldeni, ha már tudom, hogy működik, de azért szeretek volna meggyőződni. Akkor ami fontos, hogy ugye itt a start date-nél fontos beállítani az időt, és az AM meg a PM-nél figyeljünk. Tehát az AM az mindig délelőtt van, a PM az mindig 12 után van, és ugyanúgy kell beírni, hogy 1, 2, 3, 4 és a többi, csak a PM-et rakjuk mögé, és a kettős pont az feltétlen legyen ott, és akkor itt a send intervallnál viszont a beállítás, hogy hány másodpercenként posztoljon. Hát semmiféleképpen nem jó. Én általában 2 és 4 perc közé szoktam rakni, de már 45 másodperctől jó. Mert ugye ezeket is azért figyeli a robot is, gondolom, ezt mondjuk erről nem volt szó azon a képzésen, hogy az ilyen posztolókat figyeli, de feltételezem, hogy azért ez is. Tehát egyszerre, hogyha mondjuk ilyen 2-3 másodpercenként mennek ki a hirdetés, az azért ugye az már elég gáz, mert egy ember tulajdonképpen azt nem tudja ilyen gyorsasággal, még akkor is, ha nagyon gyors módszerekkel dolgozik föladni. Tehát én nekem ez bevált, hogy 120, 180 és 240 másodpercekre adom föl. Mindig meg lehet nézni, ki lehet számolni, hogy mikor van vége, és egyet délelőtre állítok be, egyet pedig délutánra állítok be. És így nagyon szépen működik. Ez ami itt van legalul, hogy repeat this post, ezt nem ajánlatos bepipálni, mert ugye akkor megismétli ugyanezt. Viszont, hogyha már valaki gyakorlott felhasználó, ezt is nagyon-nagyon szépen lehet használni. De erről majd még úgyis, majd szerintem majd még beszélünk, de érdemes ezen elgondolkozni, hogy és mint lehet használni, mert ez is egy nagyon jó funkciója, csak ugye előbb meg kell ismerni a működését, és amikor már tényleg a kis ujjamban van, na akkor el lehet gondolkozni a következő lépésen. És akkor mehetünk tovább. És akkor itt írja Homonai Jánosné, hogy nekem már több mint 6 éve van fiókom, eddig még soha nem volt semmi gond. Nem a fiókomat tiltották le, csak az egyes alkalmazásokat. Hát igen, ezzel kezdődik mondjuk, mert lehet, hogy nem tudom, ezt viszont neked kell tudni, hogy milyen sűrűn posztoltál. Elképzelhető, hogy esetleg túl sűrűn mentek ki a posztok, de az ugyanaz, hogy túl sűrűn adsz föl hirdetést. Nem tudom, ezt mondjuk te tudod, hogy mit
mennyire voltál eddig aktív, viszont hogyha esetleg előtte nem, tehát mielőtt elkezdtél feladni hirdetéseket a posztolóval, és előtte nem voltál mondjuk annyira aktív a Facebookon, ez is okozhatja, mert ugye hiába van régi fiókod, hogyha nem voltál annyira aktív, most hirtelen elkezdtél aktív lenni, és mondjuk megnézték, hogy most az aktivitásodat miben. Tehát, hogy miben nyilvánul meg, mert ha csak hirdetés, és nem osztotta meg senki, meg nem szólt hozzá senki, tehát itt lehet az, hogy nem érdemi, tehát nem értékes információnak értékelték a kis robotok. És akkor itt, ha tovább megyünk, ugyanazon az oldalon, ahol az előbb voltunk, ahol még a hirdetést tudjuk beállítani, akkor kiválasztunk a csoportjainkból egyet, hál' Istennek csak egyet tudunk kiválasztani, többet nem, és akkor ugye ott feladjuk a hirdetést, illetve még amire fontos, hogy figyeljünk, hogy itt az alsó résznél, ez a Publish the Post-nál, ez a három kis kocka ne legyen kipipálva semmiféleképpen, mert akkor ez a hirdetésed, mondjuk ami esetleg MLM-re szól, persze ha szól annak azoknak az oldalaknak is, amit te menedzselsz, vagy amit te lájkoltál, esetleg, vagy az összes csoport, ahova te csatlakozva vagy, akkor hagyd benne, de pont azért válogatjuk szét, mert ha van 500 csoport, akkor az ki fog menni mind az 500-nak. Tehát ide semmiféleképpen ne legyen pipa betéve. Jó? És akkor mehetünk tovább. És akkor itt egy kis magyarázat a második menüpontnál, ahol az időzített hirdetések posztjainkat látjuk. Tehát itt ez a legelső jobb oldalon, ez az I betű, itt nagyon szépen megmutatja azt, mondjuk elég piciben van itt most betéve, de ha majd a tiétekben megnézitek, nagyon szépen megmutatja, hogy hány oldalra ment ki a poszt, mondjuk 40-ből 40-re kiment, vagy 40-ből kiment 30-ra, és ha valahova nem ment ki, azt majd érdemes megnézni, hogy miért nem ment ki. A másodiknál ott az előnézetét tudod megnézni, akkor a ceruzánál lehet szerkeszteni, a kis óránál ott lehet újra időzíteni, az X-el pedig, mint mindent, törölni lehet. Jó, és akkor itt mehetünk tovább. Olyan nagyon nincs más semmi különös, és akkor itt csak azt akartam megmutatni, hogy a felkiáltójelnél, ami ugye nem megy ki, ott mindig érdemes megnézni, hogy miért is nem megy ki. Hát az én esetemben itt azért nem ment ki, mert itt ez a megteremtem.hu, meg az üzlete is egy olyan portál, ahol nem, hát a megteremtemben ott csak ő a saját posztjait engedélyezi, másikban meg nem lehet emelemet hirdetni. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy ott, ahol nem lehet emelemet, ott tényleg ne hirdessünk, mert van rengeteg hely, ahol lehet hirdetni. És akkor mehetünk itt tovább. És ami még ott fontos volt, igen, azon a dián, hogy nem elég csak ott kitörölni, ott, ahol felkiáltó jelet látunk, hanem be kell menni a groupsba, itt, ahol most vagyunk, be kell jönni, és itt kitörölni a szerkesztésbe azt, ahol rájöttünk, hogy ott esetleg nem lehet, vagy már megszűnt az az oldal, ilyen is van, hogy menet közben megszűnnek, tehát itt a groupsba kell kitörölni, mert ha ott törlöd ki, az még nem elegendő, mert ugyanúgy, ha esetleg újra föld abba a csoportba, akkor ugyanúgy ott lesz majd a felkiáltójel. És akkor ez is csak egy kis áttekintő, hogy az AdGroup-nál az új csoport felvételét láthatjuk, akkor a Ceruzánál mindig szerkesztünk, és az X-nél pedig mindig törlünk, és akkor jöhet is a következő. Igen, ez így van. Igen, köszönöm János, hogy az óránál ott mindig, de ha nem mented el, ha nem mentjük el, akkor viszont visszaállítja a régi időre, csak hogyha elmentjük, akkor kell figyelni az órát, hogy ott el legyen mentve. És akkor ez már egy-két olyan csoport leválogatás, hogy mondjuk hol nem lehet emelemet hirdetni, hol lehet emelemet. Mondjuk nemrég jött, vagy lépett érvénybe, hogy azt hiszem 60, vagy ki, nem, igen, 60 csoportban nem lehet emelemet hirdetni, meg ugye mehetünk tovább, meg oda nem teszünk nyilván pipát, meg a csoportoknak a nevéből is rá tudunk arra jönni, például a passzív házban nyilván nem fogok berakni emelemet, vagy a siker
mesterelme csoportba nyilván nem fogok berakni emelemet. Vagy a névről meg lehet ezt tudni, hogy most hol lehet, hol nem lehet, de ha nem vagyok benne biztos, akkor egy külön ablakba, hogyha megnyitom a Facebook oldalt, és beírom annak a csoportnak a nevét, ott egyből jobb oldalon a leírásba, a csoport szabályzatba ott benne van, és fontos az, hogy ezt is megnézzük. És akkor mehetünk tovább, mert ez is ugyanúgy hozzátartozik a rossz pontokhoz, hogyha nagyon sok helyről kitiltanak csoportból, akkor az szintén rossz pontot, tehát szintén jegyzi nekünk a rossz pontot a kis robot. Tehát, hogyha sok ilyen van, és ezt heti szinten mérik, akkor ez is, és ugye itt is megnézik azt, hogy mennyire vagy aktív, milyen sűrűn posztolsz, hányszor dobtak ki, honnan dobtak ki, és akkor itt is egy ilyen mérlegelés kérdése, hogy most tiltanak, vagy nem tiltanak. Tehát fontos az, hogy ne húzzuk ki a gyufát, ne hagyjuk azt, hogy most meg nekiállunk bárkivel ott vitázni, mert mondjuk éppen az MLM-et ők nem fogadják el, hát Istenem, nem mindenkinek való az MLM se, meg ugye tiszteletbe kell tartani másoknak is az oldalait, és hogyha egyszer valaki úgy dönt, hogy nem, akkor nem, nincs azzal semmilyen probléma. Itt még szintén ugyanaz van, hogy a neveiből rá tudunk jönni az oldal nevéből, hogy most hol lehet, hol nem lehet, mehetünk is tovább. És akkor ez már itt az Easy Postnak a tulajdonképpen a networkös oldala. Itt én sok mindent nem is akarnék megmutatni, csak hogy hol van tulajdonképpen az ajánlói linkünk, azt érdemes ugye tudni, hogy mit ramsz be, és ugye ezt fontos lerövidíteni abban, amit az Ilonáék megadtak, hogyha esetleg kézni van Ilona, majd akkor azt be tudod tenni. És itt a baloldali menüpontokban meg érdemes mindenkinek szépen végig kattingatnia, hogy mi hol van, egy picit ismerkedni vele, egy picit föltérképezni, hogy a networkben látjuk ugye a hálózatunkat, a Genealogy-ba ugye szintén a hálózatot egy más formában, akkor mehetünk tovább. Amit még itt fontos, hogyha van egy regisztráltunk, tehát ugye, hogyha hirdetünk külföldi oldalakon, meg olyanok regisztrálhatnak ugye hozzánk, akiket nem ismerünk, tehát nem voltunk még vele kapcsolatban, akkor ugye itt láthatjuk, hogy ő látja ugye a szponzor nevét, ha rákattint, akkor kapcsolatba tud vele lépni, de ha lép mondjuk vele kapcsolatba, akkor célszerű vele fölvenni irodán belül, és akkor mehetünk tovább, hogyha a user névre rákattintunk, akkor egyből be is jön az ő elérhetőségeit egy kis oldalon, és akkor kapcsolatba tudunk vele lépni, és megírhatjuk neki, hogy hello, ha tudok segíteni, akkor keresd meg, bármilyen gondod van, és akkor a többit azt úgyis majd ő eldönti, hogy megkeres vagy nem keres, és akkor mehetünk tovább. És akkor itt viszont az is egy nagyon jó lehetőség a posztolóba, hogy ugye tehát saját irodán belül tudunk egymásnak utalni belső egyenlegből, és ez csak egy sima, tehát itt nincs tranzakciós díj, átutaljuk a kollégánknak, esetleg munkatársunknak az irodájába, hogyha úgy gondoljuk, csak újra kéri a jelszót, illetve a tranzakciós jelszót kér, ami megegyezik a legelőször megadott jelszóval, hogyha az nem volt megváltoztatva. De ha bárkinek ezzel gondja van, az Ilona ebbe segít. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Remélem, hogy tudtam azért egy-két olyan dolgot mondani, ami tudtok használni az üzletekhez, és hogyha van esetleg kérdés, akkor azt írjátok be. Jó? Hirdetések közé véletlenül bekerült egy, aki nem engedélyez felmelemet, és ezt két nap délelőtt és délután hirdettem, mire észrevettem a háromszöget. Hát, ha aktív vagy, ezért önmagáért még én úgy gondolom, hogy nem tiltanak le, de ez is lehet, mert van sajnos olyan csoport tulajdonos, aki kicsit az már rossz indulat, hogy nem elég, hogy csak kitörli a posztot, vagy kitiltja a felhasználót, hanem van-e ott egy olyan lehetőség, hogy spamnek küldi. Na most, hogyha spamnek küld, az már viszont eléggé rossz dolog, mert ilyet se jó sokat kapni.
Köszönöm szépen, Mária. Jó. És akkor én visszaadnám Ilonának a szót, közben nézem, hogyha van még kérdés. Nagyon szépen köszönjük, Éva, ez tényleg nagyon hasznos volt, és úgy gondolom, hogy ebből nagyon-nagyon sokat lehetett tanulni, mert jó pap Hortik tanul, és bizony, amikor erről beszéltünk Évával, nekem is nagyon-nagyon sok újdonság volt számomra, hogy mi az, amikre tényleg oda kell figyelni, mert én is évek óta vagyok a Facebookon, bár van több felhasználói profilom, igazából csak egyet használok, de nekem is jobban oda kell figyelni az aktivitásomra. Homonai Jánosné, jól értelmeztem az előbb akkor neked a szoftvert, a application-t blokkolta a Facebook. Ezt úgy tudjuk orvosolni, hogy felveszed velem Skype-on a kapcsolatot, Pukica a felhasználói nevem, jó? És képernyő megosztással átnézzük neked a application-edet, és hogyha lehet, van rá lehetőség, akkor csinálunk egy új applikációt, tehát megpróbáljuk ezt valahogy orvosolni, de ahhoz egy képernyő megosztással át kellene néznem a Facebook profilodat, illetve kellene csináljunk közösen egy pár tesztet, jó? Tehát arra kérlek, hogy vegyél fel majd engem a Skype-on. Két dolgot linkeltem nektek ide be. Az egyik a photoshare.easyfb.com. Ezt azért is hoztuk létre Tamással az elején, mert tudni kell, hogy a Facebooknál vannak olyan képek, amiket a Facebook blokkol. Például nem szereti a G Plus-ba feltöltött képeknek a megosztását, mert ugye a G Plus-ba is föl lehet tölteni tulajdonképpen fényképeket, de mivel a Facebooknak ez konkurencia, ezért egy idő után nem igazából szereti. Valamint vannak olyan képek, amiket sokszor többen már megosztottak, és egyszerűen a Facebook spamnek jelölte meg, vagy blokkolja bizonyos képeket blokkol, és bizonyos URL-ekről. Ezért hoztuk létre ezt a photoshare.izb.com-ot, ide akár regisztráció nélkül, tehát akár anonim módon fel tudjátok tölteni a képeket, viszont hogyha ez teljesen független az egész rendszerünktől, tehát mind a networktől, mind pedig a szoftvertől, ez csak egy plusz lehetőség, alternatív lehetőség a képeknek a feltöltésére. Tehát, hogyha egy egyszerű regisztrációval még plusz regisztrálsz is, akkor utána nagyon egyszerűen bármikor vissza tudod keresni, albumokba tudod rendezni a képeidet, privátá tudod tenni, hogyha azt szeretnéd, hogy mások ne lássák a képeidet, tehát ne tudják ellopni úgymond a fotóidat, akkor privátá teszed, és ugyanakkor a posztolóval ki tudod posztolni úgy, hogy a Facebookon az meg is fog jelenni. Tehát ez ide érdemes a képeket feltölteni, tehát használjátok nyugodtan. A másik a Facebook, amiket nem nagyon szeret, ezt is észrevettük már, és tapasztaltuk is, hogy a link rövidítéseket hol megossza, hol nem. Tehát volt nekem olyan, hogy valakinél piros volt az összes poszt, tehát nem ment ki. Leellenőriztük a képnek a linkjét, leellenőriztük a weboldalnak a linkjét, ami link rövidítővel volt a weboldal helyére, a link helyére betéve, amikor posztolunk. Tehát itt a dashboardon, amit az Éva elmondott, a message alatt. Tehát itt, amikor van a message, és alatta ugye a link, ami oldalra rá szeretnénk terelni a látogatót, tehát ahova forgalmat szeretnénk és látogatókat. Na most ide van, hogy elfogadja a link rövidítőt, van, hogy nem. Például itt is a Facebook sok link rövidítőt már például nem fogad el, vagy egy darabig elfogadja,
aztán utána egyszer csak gondol egyet, és nem. Tehát volt egy ilyen ismerős, leteszteltünk mindent, utána mondtam, hogy a link rövidítő helyett tegye be nyugodtan ide a weboldalának a rendes linkjét, a normális linkjét, és használja ezt az utolsó három sort, a name, caption és a description-t, mert ugye sokan azért használnak link rövidítőket a Facebookon, mert nem akarják azt, hogy a eredeti URL-ből ugye nem biztos, hogy rákattintanának egy olyan linkre, amit már 150-200-an megosztottak, és ezért sokan link rövidítőt használnak. Akkor az a javaslatom, hogy link rövidítő helyett tegyétek be a rendes oldalt, illetve azt el tudjátok a linkből begenerált leírást, amit a Facebook automatikusan a web oldalnak a úgynevezett HTML méta tagjaiból hív be, azt el tudjátok rejteni, hogyha a name caption descriptionhöz valamit beírtok. Valamint, ugye nekünk nem olyan régiben szükségessé vált az, hogy domain nevet váltsunk, és ugye a network.izrb.com volt eredetileg, ami a hálózatot és a továbbajánlói oldalakat adta, illetve ahol a webiroda található, ami a elszámolást adja. Ez a utolsó dián, amit láttatok. Ennek régebben, ugye a kezdetekkor az volt, hogy network.izrb.post.com volt az elérhetősége, és mindenkinél tartozott hozzá egy aloldal. Na most az történt, hogy 99,9%, tehát volt egy konkurens cég, akik a mi megosztásainkat, illetve azokat a megosztásokat nem csak én hirdettem, hát ugye egy hónap alatt több mint 500-an csatlakoztak hozzánk, több mint 500 felhasználó regisztrált, tehát egyre többen kezdték el a mi oldalainkat reklámozni, és volt egy csoport, aki spamrek jelölte, ezáltal spamre tette a Facebook ezt a domain nevet. Na most ezért is javaslom a következő link rövidítőnek a használatát, amit ide belinkeltem, mert mi ezen körülbelül a Tomival 2 hétig okoskodtunk és agyaltunk, hogy milyen megoldást tudunk erre kitalálni. Persze lett egy domain névváltás, tehát ebből eredt a domain névváltás. Viszont ez a link rövidítő, amit ilyen esetekben, illetve bármilyen más egyéb. Én tudom, például az Empower Network is le van blokkolva, le van tiltva a Facebookon, próbáljátok megosztani az empowernetwork.com-ot, és ki fogja írni, hogy ez nem biztonságos oldal. Közben biztonságos oldal, csak valami oknál fogva a Facebook ezt spamnek ítélte meg, és bármilyen link rövidítővel használsz egy ilyen blokkolt oldalt, be fogja tudni hívni a Facebook az adatokat, és mi is próbáltunk Google-tól, amilyen linkrövidítők léteznek, az összeset szinte kipróbáltuk, és sajnos nem működött, mert nem tudott azokkal a linkrövidítőkkel ideig, óráig, egy-két napig tudott működni a weboldalunk, de utána ugyanúgy spamre tette a Facebook. Na most ezt meg lehetett nyitni, csak persze, amikor rákattintasz egy ilyenre, és a Facebook azt hozza fel, hogy ez az oldal nem biztonságos, és manuálisan jóvá kell hagynod, hogy valóban tovább lépsz erre az oldalra, vagy nem, ilyenkor sokan megriadnak és visszalépnek. Na, szóval ezzel a link rövidítővel, amit mi, illetve a Tomi megcsinált, ez egy olyan technikás link rövidítő, hogy bármire tudod használni. Mivel a Facebook nem tudja az eredetileg elrejtett oldalnak az adatait behívni, és egy átirányítással, egy pici késleltetéssel fog
a látogató az oldalra. Valakinél le van tiltva, tehát olyan üzletben van benne, vagy olyan weboldala van, vagy egyszerűen csak az URL-t el szeretné rejteni. Itt ez egy nagyon egyszerűen használható oldal, hogyha most valaki rákattint, itt kijön egy olyan, hogy be kell írni az eredeti URL címet, amit le akarsz rövidíteni, és utána ez a shortenre, hogyha rákattintotok, akkor ki fogja adni a short, a rövidített linket, amit utána tudtok használni. Ezt kimásoljátok, elmentitek egy jegyzettömbbe magatoknak az új linket, és akkor nyugodtan tudjátok azt is használni. A másik, én általában azért minden nap megnézem, most már nagyon-nagyon sokan használják a szoftvert, tehát nyilván nem tudom végignézni, lehetetlenség lenne végignézni az összes kampányt, de azért bele szoktam nézni a kampányokba, legalábbis azt nézem, hogy zöld, sárga vagy piros. És a mai napig látok olyan kampányokat, ahol szépen elindul zöldbe, és utána elkezd piros lenni. Ezeknek 99,99%-a elsősorban nem megfelelő időzítés, a második pedig az, hogy nem válogatják le a csoportokat. Én azt szoktam javasolni, ennél a szoftvernél ez egy nagyon-nagyon hasznos dolog, hogy a csoportokat tudjuk kategorizálni. Pontosan azért jó lekategorizálni és leválogatni ezeket a csoportokat, hogy elkerüljük elsősorban, ez tudom, hogy egy órát, másfél órát is igénybe vesz, főleg akkor, hogyha valakinek több száz csoportja van, viszont megéri megcsinálni, mégpedig de azért, mert ezzel el tudjuk kerülni azt, hogyha gondosan ezt megcsináljuk, hogy ne posztoljunk olyan csoportba, ahova nem illik a posztunk. Elsősorban, másodszorban egy csoport kategóriába én 40-50 csoportnál nem szoktam többet betenni. Nekem több mint 500 csoportom van, nem is tudom hány felé van szétszedve, csak a magyarok vannak, ha jól tudom, 40-esével csoportosítottam őket, és csak a magyar csoportok 6 részre van szétszedve, és ezen kívül körülbelül még egy olyan 6 részre vannak szétszedve a külföldi csoportjaim. A maradék csoportokba pedig egyáltalán nem teszek be üzleti hirdetést. Tehát, hogyha túl sok csoportod van, ha 40-50 csoportnál több csoportod van, akkor mindenféleképpen én azt javaslom, hogy választ ketté a csoportjaidat. És ha sokkal több csoportod van, akkor pedig 40-esével, 50-esével válogasd le. Tehát egy csoport kategóriába ne legyen több, 50 csoportnál több. Az időzítések 50 csoportra, tehát amikor kiküldöd a posztot 50 csoportba, én azt szoktam mondani 45, 60, 75 legyen a másodperc, tehát a szünet. Mivel automatikus az egész rendszer, tehát automatikusan meg tudod tervezni előre a kampányokat, ezért inkább nyugodtan tegyed magasabbra a 75-re, és inkább törekedj a biztonságra. Amikor lemegy egy kampányod, akkor te azt tudod, hogy annak a kampánynak körülbelül mikor van vége. Amikor vége van egy kampánynak, ahhoz a lejárt időhöz képest én azt szoktam mondani, tartsunk egy 30-60 perc közötti szünetet. Én itt is inkább a 60 perc szünetre törekszem. Nekem van olyan, hogy sokszor 6 kampány, meg 8 kampány megy egy nap, de ez el van osztva a nap különböző időszakaiban. Tudnélik, azért van az, hogy a eleje zöld a kampányodnak, és a másik fele már sárga meg piros, mert vagy kevés a idő, tehát az időintervallum, vagy pedig lehet, hogy még az időintervallum megfelelő lenne a 60,
szekund, viszont nincs leválogatva a csoport, és 200-300 csoportba megy ki a kampányon. A Facebook ezt figyeli, hiszen 300 csoportba fog 60 másodpercenként, illetve percenként posztolni. Ez azért, ez túl gyors, tehát ez nagyon gyors. A másik pedig a párhuzamos kampány, amiről már beszéltem, amikor elindít valaki ugyanazon időben kettő kampányt. Le van válogatva 5-6 csoport, tehát szét van szedve neki szépen a csoport, szépen leválogatta, viszont elindítja mind a 6 csoportba azonos dátummal, azonos időzítéssel párhuzamosan a kampányokat. Ez megint nem jó, mert ez bizony az csak a jobbik eset, hogyha a szoftvered és a szoftvert blokkolják, vagy az applikációdat blokkolják, de sokkal nagyobb bosszúság az, hogyha a Facebook a profilodat blokkolja, vagy pedig esetleg, és volt már rá precedens olyan személyre is, akit minden figyelmeztetés nélkül kizárt. Tudnélik, a Facebook nem köteles a mi érteket megválaszolni és megindokolni. Tehát, hogyha ő neki úgy ítélik meg ezek a robotok és ezek a algoritmus, ezek tulajdonképpen ilyen algoritmusok, amiket a Facebook kifejlesztett, amik figyelik a tevékenységünket, és hogyha azok úgy ítélik meg, hogy teljes törlés, teljes adatlap törlést csinálnak, mert volt már ilyen is, akkor bizony nagyon-nagyon hosszú idő és egy tortúra, mire te el tudsz kezdeni a Facebookkal levelezni, fel tudod velük venni a kapcsolatot, mert ugye már ilyen esetben az a tapasztalat, írunk nekik, és nem válaszolnak, tehát az egy nagyon hosszadalmas folyamat, mire vissza tudod állítani a Facebook profilodat, ha egyáltalán vissza tudod állítani, tehát azért ez egy veszélyes játék, hogyha nem szeretné valaki elveszíteni véglegesen akár a Facebook fiókját, vagy a Facebook profilját, akkor bizony ilyenekre nagyon-nagyon oda kell figyelni. Tehát az még csak a jobbik eset, hogyha az applikációt blokkolják, ebben még meg lehet próbálni esetleg a későbbiekben egy új applikációt létrehozni a developersben, ha csak nem tiltotta le a Facebook a számodra, hogy létrehozhass applikációt. No, de erre is van megoldás, tehát erre is tudunk egyébként megoldást javasolni. Tehát azt gondolom, hogy a ma este az nagy köszönet Évának, mert ezekre bizony, aki a Facebookon tevékenykedik, ezekre jó tisztában lenni. Úgyhogy remélem, hogy valóban sokat tudtunk nektek segíteni, főleg Éva, a ma estével, és hogyha bármilyen kérdésetek van, akár a szoftverrel, akár ezekkel kapcsolatosan, akkor szívesen válaszolunk. Itt vannak kérdések, Ilona, ez mind neked szól közben. Mária, ez a mi oldalunkon, a produktnál található, mert ma többen is vásároltak csomagot. Skype-on nézzük meg, mert ma többen is vásároltak csomagot, és nem jeleztek még ilyenfajta problémát. Esetleg tudok javasolni másik böngészőt, de mindjárt megnézem. Tehát amikor, ha jól értelmezem, rámentek a produktra, nálam nem is kér semmilyet.
Lehet, hogy pillanatnyi probléma volt, vagy törölni kellene az előzményeket, az is lehet, hogy megnézni egy másik böngészővel. Elképzelhető, mert az is egy átirányítással működik, tehát van egy ilyen 5-10 másodpercig, illetve rá lehet kattintani egy gombra, és az lehet akár a PayPal-nál is egy pillanatnyi leállás, vagy lehet akár nálunk az átirányításnál, lehet, hogy éppen valóban egy pillanatnyi probléma volt. De ha gondolod, Mária, nézzük meg Skype-on megosztással. Jó. Jó. Azt szeretném még kérdezni, hogyha elkészültem a három Facebook fiókkal, és beléptem a csoportokba, akkor még a 25 dollár befizetése előtt tudom-e őket csatlakoztatni? Nem. Tehát, ha valakinek basic csomagja van, vagy valakinek free trial verziója van, akkor nem tudja hozzárendelni, illetve hozzárendelheti, de nem fog működni csak a fő fiókja. Elkezdtem a mai napon újra felvenni a videókat, mert voltak részben egy minimális, nagyon minimális változások, és erről is fogok majd a prémium csomagosok, hogyan tudnak több felhasználói Facebook fiókot hozzárendelni. Jó, de sem a free triálban, sem pedig a basicben nem fogod tudni használni a több fiókkal a szoftvert. Csak miután a rendszer érzékeli, hogy te prémium felhasználó vagy. Ezt a részt pont ma teszteltem, mert a következő videót az egyik hónap után az egyik videó erről fog szólni, amit csinálok. Homonai Jánosné, nagyon örülünk neki. Jó magam is, és gondolom Éva is, hogy az volt a cél, hogy minél több betegnek tudjunk a mai estével segíteni. Jó. Jó, elfogadtam a felkérésedet, Rózsika, és majd utána tudunk beszélni. Igen, Jutka, meg vagyunk elégedve az ájóknak a termével. Úgy gondolom, hogy nagyon jó kis konferenciákat lehet mindkét fajta terembe tartani, bár nem mertem a másik terembe tenni a ma estét, mert az csak egy korlátozott létszámú terem. Ha jó, hogyha utólag szeretnék még plusz oldalakat csatlakoztatni egy csoportot. A leválogatott csoportokat most jelen pillanatban nem tudjuk módosítani. Ha leválogattad a csoportjaidat, abból csak el tudsz távolítani egy csoportot a pipa kivételével. A csoportokat érdemes havonta egyszer átnézni, és esetleg újra válogatni. Én is ezt szoktam csinálni, viszont nyilván a szoftver automatikusan, amikor beloginozol a dashboard alján a Facebook profilodba is, mert amikor belépsz az automata szoftverbe, az automatikusan nem fog belépni a Facebook felhasználói fiókodba is, hanem a dashboardnak az alján van egy kék F-login gomb. Ha arra rákattintasz,
akkor a szoftver összeköti a Facebook fiókodat. Azt látod fent a szoftvernél, mert megjelenik a Facebook profilképed, a szoftver kék felső banner sávjában, és alul, amikor feladsz hirdetéseket a dashboardon, akkor vannak a leválogatott csoportok, akkor vannak azok a pipák, amiket az Évi mondott, hogy azokat ne pipáljuk be, tehát ez az all groups, meg a all page, all, nem is tudom, all fan page és all manager page van, azokat nem szabad bepipálni, viszont alatta látod a groupsokat, hogy hány darab groupod van. Azokat a háromszögre kattintva, van egy picike kis háromszög, azzal le tudod gördíteni, és ott látni fogod az új csoportot, hogyha időközben beléptél új csoportba, és akár, ha nincs leválogatott csoportod, akkor ott be lehet pipelni azokat a csoportokat, ahova szeretnél posztolni, de én javaslom mindenkinek, hogy havonta, ha minden hónapban belépsz új csoportokba, 10-be, 15-be vagy 20-ba, akkor bizony havonta egyszer érdemes átnézni a leválogatott csoportokat, törölni és újra leválogatni őket. Jó? János, ami pirosban van, ott meg kell nézni, hogy mitől van pirosba. Amikor rákattintasz a piros háromszögre, vagy a csoportra, magára a csoportra, akkor megnyílik a csoport, a Facebook csoport. És már ott a Facebook csoportnál látod, hogy megnézed a szabályzatát, a csoportnak a szabályzatát, és hogyha azt látod, hogy senki más nem hirdet abban a csoportban, csak egy bizonyos ember, akkor valószínű, hogy ott csak az admin tehet közzé Facebook posztot. Azt a csoportok, a leválogatott csoportokból, ahogy az Éva mutatta, azt érdemes kiterülni. Viszont, amit az Éva is mondott, ugye, hogy nem biztos, hogy célszerű az, hogyha kilépünk abból a csoportból, mert ezt sem tudtam, például számomra ez is új volt. Tehát nem biztos, hogy az a célszerű, hogy kilépünk, hanem egyszerűen azt nem tesszük be a leválogatott csoportokba. De sok a posztolóból úgy veszed ki, hogy ha ugye te, én tudom, hogy leválogattad a csoportjaidat, azt a leválogatott csoportot kell megkeressed, amiben az az adott csoport, állandóan piros, amiben azt a csoportot tetted. Azt a csoportot megkeresed a leválogatott csoportjaid között, és kiveszed a pipát, törlöd abból a leválogatott csoportból azt a csoportot. Illetve havonta egyszer érdemes átnézni a leválogatott csoportokat és újra válogatni. Ez így érthető volt? Igen, János, te tudom, hogy nagyon ügyes vagy ebből a szempontból. Akkor azt a csoportot, ahova állandóan piros és valami oknál fogva, annak több oka lehet. Például, ha olyan csoport, ahol admin jóváhagyás szükséges, tehát kiposztolsz valamit, és képzeljétek el, én nekem a héten valamelyik nap, tegnap előtt, egyszer csak nem is posztoltam, tudtam, hogy nem mennek posztjaim, és kapom a Facebookon este, nem tudom, 8 órakor a üzeneteket, hogy jóvá hagyta XY ebbe a csoportba a bejegyzésemet. Ezt meg ezt meg ezt. Hát megnéztem, az a hirdetés már rég aktualitását is vesztette, tehát körülbelül 2 héttel ezelőtt posztoltam az automata posztolóval, és nyilván, hogy nem ment ki, mert most hagyták még csak jóvá azt az üzenetet. Tehát ilyen is van, abban a csoportban nem fog kimenni a posztod, ahol admin jóváhagyás szükséges. Például.
Éva, szerettél volna valamit mondani, mert... Nem, csak azt mondtam, hogy nem kapkodják el. Jó. Hát ilyen csoportokban nem érdemes automata posztolni, nem fogja tudni kitenni, ahol csak admin adhat hozzá posztot, vagy pedig admin jóváhagyás szükséges ahhoz, hogy a poszt kimenjen. Jó, egyébként, hogyha háromszögetek van, akkor rákattintotok a háromszögre, és valamiért lefagytak a diák. Na, visszajött. Volt itt egy dia, nem ez, hanem... Ezek a 18-asat nem akartam most behozni, hanem itt. Itt, ezen a résznél. Jó, ez a fekete ablak, ami itt van, és ide az információhoz vezet a nyíl, hogyha itt a zöld pipánál, a zöld pipára viszitek az egér kurzort, ami most zöld, de mondjuk piros lenne, akkor egy ugyanilyen kis, valami ilyen kis fekete ablak megnyílik. Arra ráviszitek a kurzort, rákattintotok, és megnyílik egy pop-up ablakban a hibának a kódja, a hibának az üzenete. Én azt rendszerint Google fordítóval leszoktam fordítani, hogy körülbelül tudjam, hogy hol keressem a hibát a posztban. Jó, tehát itt van ez a piros háromszög. Hogyha erre ráviszitek a kurzort, akkor lesz egy ilyen fekete szürkés keretben egy információs blokk. Arra ráviszitek a információs blokkra az egeret, és az kattintható lesz. Arra rákattintotok, és ki fog nyílni egy pop-up ablakban, egy ablakban a hiba üzenet, a hiba kód. Ötször próbál meg egy adott csoportba posztolni a posztoló, ha ötször nem tudja kitenni, akkor azt a csoportot ott hagyja, és az piros lesz. Tehát abban a csoportban valami oknál fogva nem tudta kitenni a posztot. Jó. No. Én nagyon-nagyon szépen megköszönöm, hogy itt voltatok, és különösen Évának megköszönöm a részvételét és az előadását. Én köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem. És szerdán pedig a szokott időben várlak benneteket szeretettel, este 8 órakor. Jó, és további szép estét kívánunk nektek, mindenkinek. Sziasztok! Én is további szép estét mindenkinek, sziasztok! Jó posztolást mindenkinek!